Sok energiával játszottunk, és ebből az elsősorban lehetett látni a szerzett labdákból és gyors indítások, félindításokból pontok, zömek bedobtunk. Egy kicsit jobb volt a védekezés, de meg sok-sok hibával játszunk. A Kaposvár elleni hazai győzelemmel búcsúzott saját közönségétől március 7-én az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata, 4 nappal később Oroszlányban már zárt kapus meccsen diadalmaskodott a gárda. Ezt követően előbb felfüggesztette, majd befejezetnek nyilvánította a 19-20-as szezont a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége valamennyi versenysorozatában az utánpótlás korosztályokkal bezárólag. A férfi NB1 A csoportjában nem hirdettek bajnokot és kieső sem lesz. Nem akartam várni erre, hogy esetleg a határokat bezárják teljesen, nem lehet majd kimenni sebbe se ki senkinek. Úgyhogy én már hétfőn elintéztem a jegyeket és küldtem a külföldieket haza. A magyarok, akik ugye máshol laknak, ők már vasárnap elpakoltak. Mindenki, akinek itt volt a lakása, akkor már hazament, mert ugye jobb, ha otthon van mindenki a családjával, hogyha bekövetkezik ez a otthonmaradás, kötelező otthonmaradás. Kis Raúl több pakson maradt társához hasonlóan egyénileg készül a következő szezonra. A kosaras éppen dobóedzést tartott. Ez mindenképpen rossz a játékosoknak, csapatoknak, szurkolóknak egyaránt. Sajnos ez egy ilyen szituáció, amiben ez volt a legjobb döntés mindenkinek a részére. Fő az egészség, ugye. Hát az élet viszont nem áll meg, úgyhogy edzeni azt mindenképpen kell, mozogni. Úgyhogy hát igazából nehéz mit mondani, mert nagyon sok idő, ameddig újra el fog kezdődni a következő szezon. Hát addig is ez szerintem mindenkinek egy nehéz időszak lesz. A paksi szakvezetés folyamatosan tárgyal, egyeztet a játékosokkal a szerződésbontásokról, illetve a következő szezonról, de érthető okokból a bizonytalanság miatt mindenki kivár. Az atomerőmű ESE a 19-20-as bajnokságot a 3. helyen zárta, az alapszakaszban 21 meccset játszott, 14 hetes győzelem-vereség mutatóval.